Hát igen, az urák ezzel az autóval nem tud akkorát gyorsulni, de vajon megcsinálja? Nem, ezzel már nem csinálja meg a labdát. Jön be a centrifugába. Hát, igen, ez egy kevésbé fiszkos autó, miközben Timasz úr úgy forog, mint egy istenség azzal az erősebbik sárga autóval. Ó, az urák még egyet tolat. Na, mindenit. Na, nézzük. A fordító. Hű, ezt milyen profin csinálja. Körülbelül 2 mm híja volt a hordónak, és most a piros hordót körbe drifteli. Hát mondjuk úgy, hogy megkerülte, és most meneküljünk innen, mert az Azurák nagyon motiváltan fogja berakni a parkolóra az autót. Egyszer csak így elengedted magad, és az erő vezetett, és megvolt, hogy most jobbra, most balra, nem hibáztál. Ugye nem akarom egyértelműen bántani, mert nagyon sokat köszönhetek a Winklernek, de egy picit jobban megértettem valamit, tehát hogy nem kell túl izomkodni. Az ész diadalmaskodott most. Én jobbkezes vagyok, és azt mondták, hogy nekem ez a pálya fekszik jobban, pedig nem. Nekem a balra kanyarok jobban feküdtek, könnyebben tudtam megoldani, eltutajáztam az időt, tehát ez a pálya ez nem feküdt. Mondhatnám azt, hogy fordszerű voltam, és papurat engedtem nyerni, hogy egy-egy legyen, de nem igaz, sajnos nem igaz. A kérdés az, hogy vajon ki nyert? Az urák vagy pap? Az urák! Na! Az urák mi? Nyert vagy veszített? Yeah. Oké. Okay. Hát akkor gratulálunk. Nagyon szépen. Köszönöm.